1989. decemberében új fejezet kezdődött Románia történelmében. Pontosan 30 évvel ezelőtt mérhetetlen fájdalmak és veszteségek árán elindult a rendszerváltás folyamata, amely az egyre elérhetetlenebbnek tűnő szabadság kezdetét jelentette az ország számára. Azóta már generációk nőttek fel, és az a korszak, amelynek 89 fagyos havas eufóriája vetett véget, fokozatosan elhalványul a ma fiataljai számára. Egyre kevésbé tudjuk, hogy milyenek voltak a mindennapok. A fejadagok, az áramszünetek, a lezárt határok, a tiltott abortuszok, a lehallgatott beszélgetések hosszú évtizedében. Jó lenne, ha nem kellene mindezt megtapasztalnunk, ehhez azonban fontos tudnunk azt, hogy hogyan lehetett bátornak lenni a félelemben, hinni a kételkedésben, meglátni a fényt a sötétségben. Markó Béla költő politikus és Viski András író dramaturga vendégünk. Üdvözöljük Önöket a műsorban, a Zebrán, a gondolatok átjáróján. Köszönjük a meghívást, mi is. Kívánom. És akkor rögtön kezdeném is azzal, itt a felvezetőben említettük 89 decemberre, 2019 decemberre, 30 év telt el. Az Önök emlékezetében 89 december ilyenkor milyen volt, hogyan élték meg? Ez lenne az első kérdés. Hát ilyenkor még csak azt lehetett tudni, hogy történni fog valami, és aztán december 16-án Temesváron elindult a forradalom, utána pedig 21-én Marosvásárhelyen is, persze elsősorban Bukarestben, meg aztán Kolozsváron, és másutt. Az biztos, hogy 1989 őszén már hát mozgott Európának ez a része, a különböző volt, akkor még nem volt, hanem ténylegesen szocialista országok, azok már készültek a változásra. Romániával kapcsolatosan azért ez egy nagy kérdés volt, hogy összeomlik-e a rendszer. Tehát én nem úgy emlékszem azokra a hónapokra, hogy akkor biztosak voltunk az összeomlásban, biztosak voltunk a diktatúra bukásában. A román diktatúra az nagyon kemény volt, nagyon stabilnak, nagyon konszolidáltnak tűnt. Az más kérdés, hogy azt hiszem, hogy mindannyiunknak az volt a közérzete, hogy ez most már nem mehet tovább, tehát egyszerűen nem lehet kibírni. Viták vannak ugye arról, hogy ez forradalom volt, vagy államcsíny volt, egy előkészített fordulat volt-e, vagy pedig spontán. Valószínűleg minden benne volt ebben, de azért én elsősorban talán éhséglázadásnak nevezném, vagy mindenképpen népfelkelésnek, mert az elnyomás odáig fokozódott, hogy ezt már tűrni tovább nem lehetett. És az én nagyon fontos élményem, és mindannyiunké, azt hiszem, az a hatalmas szolidaritás december 21, 22, 23-án, és az a hatalmas eufória, talán kegyelmi állapotnak is nevezhetném, nem egyenként, hanem egy ilyen kollektív kegyelmi állapot, hogy megszabadultunk valami szörnyűségtől, aztán az természetesen nagyon hamar elmúlt. Hát ez egy elég átfogó hangulat már így, de én azért kíváncsi vagyok, hogy András önnek hogyan maradt az emlékezetében ez a december 89. Ha éhséglázadásnak nevezzük azt, amit aztán később kirobbant és történt, én a szabadságészséget is ide sorolom. A szabadságészség az nem mindig fogalmazódik meg a társadalom minden rétege számára, de mégiscsak aztán kiderül, hogy az éhség mellette a szabadságészség is része volt ennek a robbanásnak. Én mindenek előtt arra emlékszem, hogy, és erre nagyon lehet emlékezni, hogy az én családom nagyon nehéz helyzetben volt. Mi akkor veszítettünk el egy 6 hónapos magzatot, aki elhalt a feleségem méhében, és nem akartak beavatkozni, és úgy nézett ki, hogy elő fog állni a szeptikus sok.
Tehát mi a halál révén álltunk éppen, a harmadik gyerekünk lett volna, és számomra tulajdonképpen ez a gyermekhalál, ez a magzathalál később a rendszerváltásnak vagy a forradalomnak is a metaforájává vált, hogy karácsonykor meg kellene születnie valaminek, de ennek egy részét biztosan abortált a társadalom, hiszen a szabadság az egy nagyon kemény kihívás mindenki számára, azt nem lehet megkapni, leakasztani, egyik napról a másikra megélni, tehát egy ilyen forradalmi átállás, most valóban tulajdonképpen mindegy, hogy minek nevezzük forradalomnak, pucsnak, mert alsó szinten mégiscsak váltásként éltük meg sokan, és ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát tulajdonképpen mi mindannyian terhesek maradtunk a szabadság gondolatával, és ezt a szabadságot kellene megszülnünk önmagunk számára, ezt senki nem fogja nekünk megtenni. A december különösképpen nehéz volt, aztán még nehezebb időszak következett el, miután Temesváron eszkalálódtak a megmozdulások. Egyértelműen forradalmi megmozdulásoknak kell neveznem őket. Azt, hogy milyen szintű volt a hatósági manipuláció ebben, vagy ezek a szakemberek számára érdekes kérdések. Az, aki átélte a forradalmat, mint forradalmat, attól nem szabad elvenni ezt. Én rá is kérdeznék egy picit, itt elhangzott, hogy mennyire kibírhatatlan volt a helyzet, hogy már odaérett a történet, hogy valami kell. Hogy mennyire mertek hinni az emberek abban, hogy ennyi év kommunizmus után egyszer csak tényleg valóban bekövetkezhet a változás? Hát az én véleményem szerint hit nélkül ez nem volt lehetséges. Én nem tudom, hogy mennyire véletlen például az, hogy mi ketten ülünk egymás mellett Viski Andrással, de hát az a helyzet, hogy mi 1989 előtt együtt is megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent a szolidaritás, tehát én azt hiszem, hogy sokkal szorosabb kapcsolatban voltunk, mint 1989 után, amikor ez már nem tűnt szükségesnek, és hát hogy mondjam, amit én sajnálok tulajdonképpen, és ami elmúlt, nem a kettőnk esetében, hanem az erdélyi magyar társadalomban is, és a romániai társadalomban is általában ez a szolidaritás, és ezáltal ez a hit is. Tehát sokkal tisztábbak voltak az erővonalak. Az egyik oldalon állt a társadalom többsége, én azt gondolom, azok, akik kénytelenek voltak eltűrni a diktatúrát, de reménykedtek, esetleg hittek is a változásban, és a másik oldalon álltak azok, akik kiszolgálták a diktatúrát. És azért hoztam szóval Viski Andrást, mert én azt hiszem, hogy nekem például nagyon számított az, hogy jó néhány fontos emberrel, vele is, másokkal is, nálam fiatalabbakkal állandó kapcsolatban voltam, erősítettük is egymást, én azt gondolom, ők engem erősítettek, remélem, hogy azért ennek a valamennyire a fordítottja is igaz. És hát, hogy mennyire hittünk a változásban? Nagyon sokan már nem hittek. Tehát erről keveset beszélünk, hogy az erdélyi magyar társadalom megomlott már 1989-ben, tehát a 80-as évek második felében. Ez úgy nézett ki, hogy amikor engem itt Marosvásárhelyen felhívott egyik vagy másik barátom, hogy úgy váratlanul, hogy este szeretnénk fölmenni hozzátok, otthon vagytok, valamit beszéljünk meg. Abban a pillanatban én a hátamon végigfutott a hideg, hogy most arról lesz szó, hogy bejelentik, hogy nem mástól tudjuk meg, hogy kitelepülnek. Hogy elindították a kitelepülési eljárást, vagy már meg is kapták az ehhez szükséges papírokat. Ez egy szörnyű, hosszú és kínos procedúra volt. És általában így is volt, hogy akik így váratlanul
hát meglátogattak, azok ezt akarták bejelenteni. Ezekkel az emberekkel csak annyi történt, hogy már nem hittek abban, hogy itt lesz valaha más világ, úgymond. Nem hittek abban, hogy az a kemény diktatúra megbukhat. Én azt hiszem, hogy mi sem hittünk abban, hogy ez most egy hétig tart és vége, vagy egy-két hónapig tart, de mégis volt bennünk valamiféle irracionális bizalom abban, hogy ennek vége lesz, mert vége kell, hogy legyen, ugye azért a történelemben még nem volt örökké, és nincsen örökké tartó diktatúra, és egyébként is lehetett érezni a feszültséget körülöttünk. Igen, tehát hittünk a változásban. Én azt gondolom, hogy hittünk a jóban, hittünk sok fontos dologban, és közben készültünk is valamennyire erre a változásra. Talán nem eléggé, de megismételném azt, amit itt András is elmondott, hogy persze a történészek, vagy a krónikások, azok kötelező módon próbálják kideríteni, hogy hogyan nézett ki ez a decemberi néhány nap, hogy valóban volt ennek valami konspiráció jellege, hogy egyesek előkészítettek egy államcsint, hogy azok, akik aztán hatalomba kerültek Bukarestben, vagy esetleg másutt is, azok nem tulajdonképpen államcsínszerűen jutottak oda. Lehet, hogy ez fontos, de ugyanakkor ennek van egy nagyon-nagyon rossz hatása is. Egy társadalom, apropó, hogy hittünk-e abban, hogy változik valami. Egy társadalomnak mindig hinnie kell valamiben, és nem csak vallási értelemben. Tehát hinnie kell valamiben, és ha most például utólag is mi leromboljuk azt a hatalmas indulatot, azt a hatalmas lázadást vagy fölkelést, amely tulajdonképpen a lényege volt ennek a fordulatnak. És ilyen szempontból, ha nem is mindegy, teljesen mellékes, hogy voltak-e, akik manipulálták az akkor történteket, és voltak-e, akik megpróbálták irányítani az eseményeket. Itt a lényeg az, hogy volt egy nép, amelyet évtizedeken át elnyomtak, szolgaságra kényszerítettek, és abban a társadalomban mindenki megkötötte a maga kompromisszumát, mert élni kellett tulajdonképpen, és ez a nép egy adott pillanatban szétrobbantotta ezt a rendszert. Ez utólag 30 év múltán is azért fontos, mert kellenek a szimbólumok. Tehát a történelmi szimbólumok, csak nem a hazug szimbólumok, nem a hamis szimbólumok, hanem a valódi jelképek, kellenek, amit fel tudjunk mutatni, és ez a jövő szempontjából nagyon fontos. Az a felkelés, lázadás, az a robbanás, az az össznépi indulat, az valós volt. És ennek a valóságát nem szabad letaposni, nem szabad eljelentékeleníteni. Hitét és valóságát, azt hiszem, azt is mondhatjuk. Mert ez így egy fontos lesz, hogy tovább menjünk ezen a vonalon. Hasonlóak az élmények. Én annyit tennék ezt hozzá, hogy én nem vagyok hajlandó annak a 2000, nem is tudjuk, hogy hány embernek az élet áldozatát kicsinyíteni. És azt mondani egy ilyen elegáns szkepszis talaján, hogy de hát ez mind megrendezett volt. Amint itt emberek szembe mentek fegyverekkel, erről csak tisztelettel szabad beszélni. Senkinek nincs jogába ebből visszavenni bármit is. Holott megtesszük folyamatosan, azt látom, tehát a médiában folyamatosan elfeledkezünk arról, mert 2000 ember nem sok vagy kevés, hanem elgondolhatatlan. 2000 ember élete nem gondolható el azoknak a szenvedése, vagy ezeknek a közös síroknak a Temesvár körüli ugye megszervezése, meg a kórházakban való leszámolások, amik megtörténtek.
sokkal valami miatt sokkal kevesebbet beszélünk erről, és inkább a folytonosságot hangsúlyozzuk. Na most a folytonosságnak a hangsúlyozása az kis hitűség, és most nagyon finoman beszélek erről. Én nem szeretném a folytonosságot hangsúlyozni, hanem inkább azt mondanám, hogy megnyílt a világ előttünk, Románia az Európai Unió részévé vált, ami a kisebbség nézőpontjából igenis lényeges, és ezt nem szabad kicsinyíteni. Ha ezt valaki valamiféle Brüsszel szkepszissel azt mondja, hogy de hát ez semmi, a kisebbség nézőpontjából igenis egy kultúra megnyilásának a lehetőségét jelentette. Az meg most már egy egészen más kérdés, fontos kérdés, de más kérdés, hogy hogyan élünk ezekkel a lehetőségekkel. Ezek a lehetőségek hogyan hárulnak vissza kisebbségi társadalomra vonatkozóan, hogyan épülnek az intézményeink, az iskolák hogy néznek ki, ha ezeket átvilágítanám. De azoknak a kedvéért, akik ugye nem éltek, és egyre többen ugye a diákjaim az egyetemen, mind 89 után születtek már, alig várom őket, hogy lássam őket, hogy belenézzek az arcukba, mert nem létezik ez a tapasztalat, történeteik vannak, ugye, mert a családban mégiscsak elhangoznak történetek, hogy mit jelentett, számomra kulcsfogalma a 80-as éveknek, különösen a 80-as évek második felének, az a sötétség. Mindentek fizikai értelemben is sötétség, az utcák, a városok, a falvak, az otthonok, ugye a gyertyázás vagy a Dacia akkumulátorral működtetett kicsi égők. Nem tudom, hogy létezik ilyen felmérés, de lehet, hogy a mi nemzedékünk hamarabb szorult szemüvegre. Emiatt. Izgatna például egy ilyen kimutatás. Emiatt én arra gyanakszom, ami engem illet, emiatt, hogy olvastunk, vagy az, amiről Béla beszélt korábban, hogy a társadalmi szolidaritás, az ilyen egyszerű dolgokban megnyilvánult például, hogy a magántulajdonhoz másképpen viszonyultunk. Ugye én a határ mentén laktam, nagyon sok könyv, kulturális termék jött be, de aztán persze Bukaresten keresztül is, a nagykövetségen keresztül jöttek be ezek. Ezeket nem tartottuk magunkénak, hanem jártak kézről kézre. Fontosnak tartottuk, hogy emberek elolvassák. Követhetetlenné vált ezeknek az útja, és ez rendjén van, és ez rendjén volt, hogy így volt. Nem vártuk vissza ezeket a könyveket. Tehát a diktatúrában alternatív szabadság stratégiákat építettünk ki egymásnak, underground stratégiát. De rá is kérdezik, hogy az erre emberi kapcsolatokat akkor mi jellemezte? Ki kiben bízott, ki kire támaszkodott? Ugye ez a mindent valahogyan elintézni, valahol, valami alatt, bújtatva, beszerezni. Még ha lehallgattak is közben, még Igen. ha követtek is, de csak megvalósult, hogy a könyv eljutott táborbőbe. Hát lehallgatni, persze, hogy lehallgattak, ugye erre most már bizonyítékaink vannak. Sok oldalon át. Én ebből ugye könyvet is adtam ki, de sokan adhattak volna ki, András is, mások is, hogy hogyan nyilvánult meg a szolidaritás. Hát a kettőnk esetében az az igazság, most nem tudom ez mennyire számít ilyen intimitásnak. Hát ez úgy nézett ki, hogy András jött a határmentéről, gyakran Marosvásárhelyre, engem mindig megkeresett, és bevallom, hogy nem is jött üres kézzel soha, tehát ez azt jelentette, hogy egy-egy könyv, de jelentett delikátot is, ugye ez az a levespor, vagy hogyan hívják, meg... Mert azt sem tekintettük magunkénak. Igen, meg Neszkávét, tehát ezt, kávét, mert ez mind-mind hiánycikk volt, kávét csak ilyen csicseri borsó örlettel keverve lehetett kapni. Vagy én például, az az igazság mindenek ellenére, aztán egy idő után, ugye ez már veszélyessé is vált, mert utólag kiderült az én szekuritát és dossziémból is, hogy előbb-utóbb rájöttek ezekre a dolgokra. Én például a bukaresti magyar követségre
időnként lementem, volt egy Skodám, és ilyen ennél az előttünk levő asztalnál nagyobb csomagban hoztam a könyveket és a folyóiratokat, amelyek nem az enyémek voltak, és itt nagyon fontos, amit András mondott, hanem azok még csak nem is vásárhelyi, hanem egy nagy értelmiségi köré. Persze a diktatúrában óriási örömök is lehetségesek, tehát azt az örömöt, például amikor ezt a csomagot fölcipeltem a negyedik, vagy fölcipeltük a negyedik emeletre, és kibontottam, és akkor mint a kaptárból a méz, kiömlöttek oda elénk a folyóiratok, a könyvek, tehát a friss magyarországi folyóiratok, újságok, könyvek, több példányban, és akkor kezdtük ott szortírozni, ugye, hogy sok folyóiratból, könyvből több is volt, hogyan osztjuk el, kinek továbbítjuk, mit olvasunk el előre. Hát mondom, ez most cinikus dolog ilyesmit mondani, ezek a diktatúra előnyei? A diktatúra nem előnyei, örömei, és hogy ez mit jelentett egyébként is, hogy figyeltünk egymásra, tényleg így volt, könyvet, kézről kézre adtuk a könyvet, az nem volt, igaza van Andrásnak, az nem volt magántulajdon, az információ sem volt hatalom, hanem megosztandó tudás volt az információ. Tehát ha ez nem is jelenti azt, hogy itt százak és százak, vagy ezrek és ezrek ásták alá nap mint nap a rendszert valamilyen szerszámmal, mégiscsak egy olyan fajta összefogás, egy olyan fajta hálózat volt ez, hogy ebből érthető, hogy 1989. december 22-én tulajdonképpen már mindenki készenlétben állt arra, hogy egy új rendszert kialakítani, szervezetet hozni létre. Nem a mostani politikai szervezet értelmében kell erre gondolni. Az RMDSZ akkor úgy nézett ki, hogy hát néhány hét alatt 600 ezer beiratkozott tagja volt annak a szövetségnek. Az ugyanaz volt, mint a mostani, és mégis egészen más, mert az abból az igényből született, hogy nekünk össze kell fogni, együtt kell. Ti mondhatjuk azt, hogy talán ha van egy ilyen nagy, most nevezzük ezt a diktatúrának, ez ha van, akkor a többi ember van, ami ellenébe menjen, és ez kovácsolja őket össze? Igen, tehát az ellenkezés az a szolidaritás teremtő, én azt hiszem. Tehát amikor ellent kell állni az elnyomásnak, a bűnnek, ellent kell állni valamilyen eltipró szándéknak, de ez nem elegendő. Nem elegendő. Ehhez azért kell egyfajta pozitív motiváció is, én azt gondolom, és ez volt, mert akkor mi tudtuk, hogy mit akarunk. Tehát ehhez kell lennie egy jövőképnek, nem egy részletes politikai programnak. Tehát nem csak arról, a legjobban azt tudtuk, hogy ezt nem lehet tovább elviselni, hogy legyen elég a napi sorállásból, abból, hogy ha valakihez bemegyünk, akkor hátra kell nézni, hogy jött-e utánunk valaki, ezt ma már elég nehéz elképzelni, és hogy egyáltalán egy állandó ilyen szorongásban, feszültségben éltünk, hogy ennek legyen vége. Igaz, ez is egy szolidaritást teremt, de ez nem elég. Tehát akkor mi tudtuk, hogy mit akarunk fölépíteni. Micsoda, később is milyen fontos célok voltak ez, amire András utalt, hogy Európai Uniós, hogy határok nélkül létezni, ugye? Mi már egy kicsit úgy teszünk időnként, mint amikor az ember a katona emlékeit meséli a fiataloknak, hogy hát igen, de hát akkor azért gondoljátok meg, hogy az akkor úgy volt, hogy hát két évente kaptunk útlevelet, ha kaptunk. A vége fele már nem kaptunk, nem volt nekünk útlevelünk, hanem azt a rendőrségről adták ki két évente kérésre, ha kiadták, és utazhattunk egy hónapra, nem nyugatra, nem szocialista országot. És akkor szívesen hivatkozunk egy ilyesmire, hogy hát gondoljátok meg, hogy ahhoz képest most mégiscsak sokkal jobb. Ez így igaz, és ezért kell beszélni arról, hogy mi volt, hogy nehogy valaki
elfogadja azt, hogy oda még valaha is érdemes visszafordulni. De ez nem elegendő, célok kellene. És akkor voltak célok, tehát tudtuk, hogy úgy körülbelül mit akarunk felépíteni. Amit én most 30 év múltán érzékelek, hogy mintha lenne egy ilyen elbizonytalanodás, egy ilyen szinte céltalanság, irányvesztettség. Mielőtt még oda jutnánk, egy kicsit én még visszaugranék, hogy beszéljünk a kultúra szerepéről. A zene, az irodalom, a színház eszközként lehetett megszólalni ilyen szempontból. Picit erről még beszéljünk, a könyvek kapcsán, akik jöttek, mentek a pult alatt kézről kézre. Amikor a diktatúráról beszélünk, akkor mindig megvan annak a veszély is, hogy néhány mondat után belefogunk a diktatúra apológiájába, hogy az emberi kapcsolatok sokkal jobbak voltak, minden sokkal Igen. nagyobb tétel bírt. Ez a börtöntölteléknek az etosza, vagy az etikája, vagy a mitosza, ugye az apám csak nem 7 évet ült börtönbe, református lelkészként és teológusként, és azt mondta, hogy a legtökéletesebb ökumené az a börtönben volt, mert ott inkább a szolidaritás volt fontosabb, sem mint a különbségeknek a vita, vagy akár konfliktuális módon való megbeszélése. Na most én mégis azt hiszem, hogy a szabadságnak ez a boldog nehézsége, csak hangsúlyozom, hogy boldog nehézsége, hogy részletekbe menően kell tudni megbeszélni dolgokat, felépíteni intézményeket, nem elég nagy szimbólumok alapján ezt megtenni. A román társadalomban ugye elég jelentős vitát generált az, hogy a kultúra általi ellenállás, ugye resistenza prin cultura szóösszetétel, hogy létezette ilyesmi egy olyan kultúra esetében, amelyet persze teljes egészében kontrollált a hatóság, mindenestől fogva kontrollált a hatóság, és érdemesen nosztalgikusan beszélni egy olyan kulturális működésről, ami arra épült fel, hogy a színpadon bármit lehetett mondani, úgysem azt értette a közönség, amit ott kijelentettek a színpadon, hanem az úgynevezett sorok közötti üzenet, sorok között léteztünk. Ezek élelmiszorok is voltak, két sor között folyt az élete az embernek. Nagyon sokféle ilyen metaforát föl lehet építeni. A tekintetben ugye fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy szellemi kívás is jelent egy diktatúra, nem csak egzisztenciális kívást. Szellemi kívás alatt mit értek, hogy meg kell tudni magyarázni dolgokat, kész kell lenni, föl kell készülni bizonyos dolgokra, tehát az a drive-ja, ahogy ma mondanánk az embernek, hogy az, amiben élünk, annak legyen valami intellektuális szemlélete. Ugye ma már ez nincsen, ugye a kultúrának a státusza teljesen megváltozott. Önmagunk számára a kisebbségi kultúra státusza is teljesen megváltozott. Bizonyos értelemben a kulturális öndefiníciónk az bizonyos értelemben nagyobb téttel bír, ugye, mert a kultúrát nagyon sokszor társítjuk a fogyasztással. Én nem szoktam társítani a fogyasztással, mert egészen másról kellene beszélnünk akkor, amikor a szellemi kultúráról beszélünk, az nem egy piaci szereplő, vagy nem ugyanúgy piaci szereplő, nem vagyok naív, bizonyos értelme, persze egy piaci szereplő, de nem az ez adja meg a lényegét. Persze látjuk azt, hogy 89 előtt mindenki költő volt, mindenki könyvet írt, mindenki író volt, és ennek van egy sármja, van egy bája. Azt elgondolni, hogy a szellemi tett, az szemben áll egy
egy totalitarista hatalmi berendezkedésre szemben áll. Én azt gondolom, hogy a szellemitet mindenképpen a szabadság szférájának valamiképpen való értelmezése. És ezért rendkívül fontos az, hogy erről finom módon beszéljünk, vagy hogy ne hitessük el önmagunkkal azt, hogy a kultúrában való létezés az egy ilyen szabad döntésnek a kérdése, nem. A kultúrán kívüli létezés az az önmagunk megszüntetése. Ez teljesen biztos, hiszen a kultúra adja nekünk azt a nyelvet, azt a gondolkodásmódot, vagy azt az érzékenységet, vagy azt az igényt, hogy azt, amiben éppen vagyunk, az folyamatosan értelmezzük, és igényesen gondolkodjunk felőle. Mondhatni a kult, vagy hogy reflektál folyamatosan az élettörténéseire a kultúra. Tulajdonképpen igen. Ugye ilyen, hogy ilyen vasárpiskolás példával éljek, de a diákjaimmal állandóan beszélünk erről, ugye, hogy elmegyünk bevásárolni, és miután hazamentünk, jöttünk rá, hogy nem mi vásároltunk be, hanem bevásároltattak velünk. Eladták nekünk. Igen, hogy, és mi nagyon is jó alanyunk voltunk arra, hogy azt lenyújjuk, és megvegyük. Ugye ez csak egy lehetséges szemlélet ennek. De gondoljuk meg, hogy ma már Kolozsvár legalábbis így van, Kolozsvár az egy kozmopolita város, tudjuk, hogy a legdinamikusabban mozgó város az egész országnak, a legdrágább város az egész országnak, az nem úgy van, hogy az emberek eljönnek a színházba. Azok, akik eljönnek a színházba, azok mindenképpen eljönnek a színházba. Eljönnek a színházba, hogyha valamit javasol a színház számukra, és azt a lustaságot, hogy az emberek mindenképpen eljönnek a színházba, nem olyan könnyű önmagukban kritikával illeti, vagy felszámolni ezt a lustaságot. Igen, de én azt gondolom, hogy itt az alapvető különbség arról is szól, hogy, és nem kell ezt letagadni, hogy tétje van egy adott pillanatban a kultúrának. Na most ezt a tétet lehet ugyanakkor kultúrán kívülinek tekinteni. Tehát Romániában, a Ceausescu rendszerben például tétje volt annak, hogy magyarul színházat csinálni. Tehát voltak színházak természetesen, de hogy magyarul jó színházat csinálni, az egy tét volt, mert abban benne volt az, hogy a diktatúra nem mindig bevallott akaratával szemben, hogy itt a magyar kultúrát lassan-lassan el kell sorvasztani, föl kell számolni, a magyar nyelvet vissza kell szorítani. Már az is, aki magyar nyelven kultúrát teremt, annélkül, hogy megpróbálna közvetlenül kultúrán vagy irodalmon kívüli publicisztikus tartalmakat adni annak, amit alkot, már azzal is, már a minőséggel is szembefordul egy minőség nélküli élettel tulajdonképpen, és egy minőség nélküli rendszerrel, mert azért egyezzünk meg, hogy annak a rendszernek nem volt minősége semmilyen szempontból. Tehát ilyen értelemben tétje volt, ezt érezte a közönség is, tehát Marosvásárhelyen is teltházal játszott egy-egy darabot 10-szer, 20-szor, 100-szor is akár, tehát hihetetlen, hogy tódult a közönség, nem is mindig jó előadásokra. Na most én azt gondolom erről, hogy nehéz szétszálozni, hogy miből lesz a kultúra. Azt szoktam mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk mindannyian, és ha úgy tetszik, tisztátalan anyagból is. Tehát én nem tartom azt egyáltalán bajnak, hogy például 1989 előtt aki tisztességes író volt, vagy költő, az valami módon versben, vagy drámában, vagy prózában is próbálta megfogalmazni a rendszerrel szembeni véleményét. A kérdés mindig az, hogy ez akkor, amit alkotott, az belül maradt-e egy értékrenden, és hogy az minőségi volt. Végül is Balassi Bálint is azért írt olykor szerelmes verset, hogy elnyerje
a kedvesének a kezét. Nem tudom, hogy végül is a világ történelemben szerelmes verssel hányszor lehetett feleséget szerezni, vagy egyáltalán elnyerni egy nőnek a kezét, de óhatatlanul úgy tudjuk, hogy a szerelmes vers az egy fontos dolog a költők szerelmi életében. Na most azt sem hiszem, hogy verssel meg lehet dönteni a diktatúrát, tehát valószínűleg, hogy nem lehet verssel megdönteni, meg színházi előadással, vagy regénnyel sem, de azért a jövő szempontjából fontos fenntartani az ellenkezést. Tehát, hogy miből lesz, miféle tisztátalannak is tekinthető anyagból a kultúra, az egy kérdés, és hogy milyen, az megint csak egy másik kérdés. Tagadhatatlan, hogy 1989 előtt úgy érezhettük, hogy többletfunkciója van egy versnek, többletfunkciója van az irodalomnak, vagy a művészetnek általában. Ez 1989 után elmaradt, lehámlott azokról a művekről, ma már ugye nem érzékelhető az a mondat, amely ugye arról szólt éppen, hogy nincs hús. Elhangzott egy színi előadásban, hogy nincs hús. És lehet, hogy egészen másról volt szó, de a közönség felhördült, és esetleg vastapsban tört más ki, mert volt kint a húsboltban sem volt hús. Ez elfelejtődött, ez eltűnt. Na most az a kérdés, hogy az a mű ettől függetlenül érvényes-e továbbra is, és hát azért itt sorolni lehetne a nagyszerű színházi ember ül mellettem, ugye a nagyszerű színi előadásokat, amelyek, ha láthatnánk, még most is érvényesek lennének, és sorolni lehetne a nagy költői és írói életműveket, amelyek továbbra is érvényesek. Az nekem is fájdalmam, hogy akkor százak és százak vettek részt egy író-olvasó találkozón, és most hát ha tízek és tízek, akkor már jó. És érkezzünk is meg. Igen, és ha már említjük a színházat, irodalmat, mint kultúránk része, azért szerintem, bár tettünk említést a műsor elején rá, a kultúránk része, szerves része és hagyománya is az egyház, a hit. És ilyen nehéz időkben ez egy elég konkrét fogódzó tud lenni. Én itt ki is írtam egy Markó Béla idézet, hogy hiszem, hogy ott vagy a lehet és nem lehet közötti résben a 12 haiku kálvária strófái, és én itt valamiért lehet, hogy csak én érzékelem, hogy rezonál ez arra, hogy a lehet és nem lehet közti résben ez a hit, ez az Isten, ez engem nagyon érdekel, hogy tudott ott lenni, és egyébként András szemszögéből is, akinek, ahogy mondta, az édesapja lelkész volt, és hogy hogyan lehetett akkor, mert ma mi ezt, én 88-as vagyok, hogy tudjuk elképzelni, hogy nem lehetett elmenni, és ezt erről tanúságot tenni, és egyszer csak lehet. És akkor már meg is érkeztünk, tudom, hogy nagyon rövid ez idő ebben a műsorban, de hogy erről is egy kis említést azért tegyünk, ha már színház, irodalom, a hit, az egyház és annak megélése. Tanúságot tenni mindig lehet, csak nem mindig ugyanannyiba kerül. Majdnem mindig nagyon sokba kerül, de lehetett a 80-as években is látom a titkos szolgálati irataimat olvasva, bennem még nem dőlt el Béla, hogy mit kezdjek velük, már fikcionalizáltam őket, és egy darabomban felhasználtam őket, de csak a nyelvi elemeket, nem a konkrét anyagokat. Látom például, hogy milyen sokszor beszélgettünk az albérletemben a hit kérdéseiről a lehető legváltozatosabb emberekkel, például a hit és az álhitnek a viszonyáról. Ezt onnan tudom, hogy lehallgatták ezeket a beszélgetéseket, és leírták most román nyelven olvason vissza azt, amit magyarul vagy angolul beszélgettünk, vagy az apám ott volt és külföldiek, akkor németül.
És ez rendkívül vicces, mert ezen a fanyelven minden úgy abszurdá válik, és nagyon is sajátossá válik. Én emlékszem arra, hogy nagyon fontos volt számunkra az, hogy a hitünket én hívő ember vagyok, valamilyen elképesztő szerencsés módon az is maradtam. Ne csak a templomba éljük meg, hanem ott templomfalain kívül, apám alternatív bibliaórákat is tartott, amit állandóan üldöztek. Arra is emlékszem, hogy egyszer Nagyváradin, illetőleg Püspökiben te is ott voltál. Persze, egy persze. Ilyen apám által tartott bibliaórán. Ezt én nem az ellenállás formájának tartom, hanem az identitás formájának tartom. Az ellenállásból mindaz, ami az identitás részévé vált egy ember számára, az megmaradt most is, és az segít abban, hogy például, hogy hogyan álljon ellen a fogyasztói kultúrának. Ugye, mert az is egyfajta nyomás, nem ugyanolyan szintű nyomás, de annak a lehetősége, hogy elveszítsd önmagadat, az abban is benne van. Vagy hogyan vegyél részt az identitás bizniszben? Mert létezik egy identitás biznisz. Az identitásnak egyfajta fluiditását, folyékonyságát fogjuk fel. Ez egy nagyon kemény harca mindenkinek, látom a gyermekeimen, hogy hogyan műveljed a saját identitásodat. Tehát a hit kérdés az egy nagyon bonyolult kérdés, mert én azt hiszem, hogy a hit mindig sokba kerül, mert egyszer azért kerül sokba, mert a hatóság úgy dönt, hogy sokba kerül, máskor meg azért kerül sokba a hit, mert éppen nincsen divatban, vagy éppen túl olykor túl konzervatívnak tűnik, én nem így érzem, én úgy érzem, hinni akarok ebben, vagy hiszek is ebben, hogy az evangéliumok azok avantgárd iratok, tehát azok szubverzív iratok, tehát azok mindig kimozdítanak mindenféle ilyen megörögzöttséget, és szembefordítanak önmagunkkal, és számomra ezt is fontos felismerni, de a hit segít engem abban is, hogy igenis hálásnak kell lennünk, vagy én hálás bírok lenni dolgokért, azért is, amiért ki kell nevetnem magamat, például ki kellett nevetnem a napokban magamat, azért, hogy azon prünnyögök, hogy menjek el január végén 5 napra Amerikába, Chicagóba egy nyilvános beszélgetésre, mert van éppen egy darabomnak a bemutatója is, hogy én ezen prünnyögök. Na most, hogy 5 napra vagy 1 hétre, mert tovább nem akarok lenni, milyen fáradtságos, Uramisten, na most, ha 80-as évekbe visszamegyek, ez teljesen abszurd, még a gondolat. Na most, amikor kinevetem magam emiatt, én hálásan nevetem ki magam emiatt, hogy majd eldől, hogy megyek vagy nem, de ezt jónak tartom, hogy ebbe tudok lenni. Szó esett diákokról. Fontos a fiatalságnak tudni, hogy mi történt a szüleik, nagyszüleik életében? Hogy erről a korszakról ők tudjanak, halljanak, illetve hogy milyen szinten jó, hogyha erről hallanak? Hát azt gondolom, hogy itt a történelmi tapasztalat hasznosításáról vagy félresöpréséről kellene beszélni. Persze én nem akarok most átsiklani a szintiszta politika mezejére, mert itt sokkal fontosabb és bonyolultabb dolgokról beszélünk, de nekem folyamatosan nagy keservem az, hogy mintha nem tanulnánk a történelemből. Na most persze azt én is tudom, hogy nem lehet bizonyos tapasztalatokat átadni, tehát a szabadságigényt, magát a szabadságot, meg minden ehhez hasonlót,
a hitet, a kételyt, apropó ugye a hitről van szó, és ehhez a kétely is hozzátartozik, tehát hit nincsen kétely nélkül, és két, igazi kétely sincsen hit nélkül. Ez mind is a hit lehetősége. Így van. Ez minden generációnak újból és újból meg kell tanulnia, és meg kell tapasztalnia. De azért a történelemben vannak olyan elemek, amelyeket el lehetne sajátítani, amelyekből lehetne tanulni. Itt mi például a Kárpát-medencében az itt élő népek, nemzetek már évszázadok óta újból és újból elkövetik ugyanazokat a hibákat, mert nem képesek tanulni a saját történelmükből. Most például mi van? És azért mondom, hogy úgy óckodom átsiklani a politikába. Azt látom, hogy 30 év alatt azért el is fáradtunk. Tehát építettünk valamit, nem lehet évtizedeken át lelkesedni, nem lehet évtizedeken át indulatban lenni. Egy társadalomnak élnie kell a mindennapjait, szomorkodik, boldog mindenki, és így tovább. Nem lehet állandóan exaltáltan létezni. Na most az exaltáltság elmúlik, és akkor van egy hiány érzet. Tehát nem tudjuk, hogy merre kellene menni. A demokrácia is már olyan szokványossá vált, már belefáradtunk, már unjuk, nem ezt reméltük, valami nagyon rózsaszínű történetre számítottunk. Európa sem olyan. Ahogy közeledünk Európához, úgy egyre kevésbé nyűgöz le minket Európa. És amikor majd egyszer pontosan olyanok leszünk, mint Európa más régiója, akkor majd legyinteni fogunk, hogy hát ennek semmi jelentősége nincsen. Igen ám, csak így nagyon bele lehet futni azokba a történelmi hibákba, amelyeket elkövettünk. Ez a térség például állandóan magára húzta, így kell fogalmaznom, a diktatúrákat, amelyekről beszélünk. Tehát a zsarnokságot, ezeket a szörnyű, elnyomó rendszereket. Tehát a 20. században egyik végletből estünk a másikba, és sehogy sem tudtunk egyensúlyba kerülni. Azért kellene tanulni például a 20. század mondjuk magyar történelméből, de ebből nem lehet külön. Emellé oda kell tenni a román történelmet, oda kell tenni a többieket is itt körülöttünk, hogy ne higgyük el például most. Én azt látom, és a legnagyobb veszélynek ezt érzem, hogy elhisszük, hogy nekünk valami autoriter rendszer kellene, kemény kéz kellene. Ez a demokrácia, ez az összevisszaság, sok képviselő, szenátor ül a parlamentben, és őrültségeket beszél, egy cseppet sem jobbak, mint mi, zavarosak. Kellene ide egy kemény kéz. Hát el kell olvasni a történelmet, hogy ez a kemény kéz hogy nézett ki. Attól Isten óvjon be. Igen, hogy nézett. De András, én úgy érzem, hogy megint van egy ilyen igény van rá, hogy mondani szokás. Sőt, nosztalgia. Igen, hogy említem, lehet. Nem lehet, hogy felnőtt közben az a generáció lett 31-32 éves, aki ezt már nem tud visszaemlékezni rá, mert nem volt. És az a generáció most bámulva néz, hogy miért nincs az a kemény kéz, aki minket irányít. Jó, de vakbélgyulladása sem volt mindenkinek, de azért nem vágyik rá. Ha megmagyarázzák neki, és tudja, hogy ez egy szörnyűség, akkor nem vágyik rá. Tehát ez valahogy ezt a... Tehát fontos, hogy a fiataloknak... Akkor itt a válaszunk, hogy meg kell magyarázni nekünk, akár mondhatom így is, hogy miért nem kell ez, amennyiben nem jár utána az adott delikvens, hogy miért is nem kell. Van egyfajta ilyen apokaliptikus, vagy kétségbe esett beszédmód, amikor a fiatalokról beszélünk. Én nem tudom ezt így látni. Én azt látom, hogy és többek között ezért is szeretek egyetemen tanítani, mert mindig új nemzedékkel van dolgom, és hogyha belegondolok abba, hogy mióta egyetemen tanítok, mennyi változáson ment át az a társadalom, ha a fiatalok nézőpontjából szemlélem ezt, akkor teljesen el vagyok ámulva. A fiatalokat érdekli
A fiatalok érdeklődéssel fordulnak a 80-as évek iránt, kivéve akkor, amikor azt mondjuk, hogy bezzeg. Igen, igen. És te most hogy mit képzelsz? Így van. Tehát ezek borzasztó dumák, és ezeket ki kell írtanunk. A gyermekeinkkel, meg a gyermekeink gyermekeir, mert lassan ez is bekövetkezik, az én életemben ez már bekövetkezett, és ez egy gyönyörű lehetőség. Nem kell leverni a saját 80-as évekbeli szenvedéseinket, vagy esetenkénti realizálatlanságunkat, boldogtalanságainkat, ugye, mert nem tudták az emberek realizálni önmagunkat. Én sem dolgozhatnék a kultúrában, hogy mondták a 80-as években, ha nem következett volna be a váltás. Ha történetté formáljuk, akkor nagyon nagy szerencsénk bír lenni. Nekem most a Román Nemzeti Színházban Kolozsvára megy egy darabom, ami sok helyütt ment már több nyelven is. Annak az a cím, hogy Pornó, ahol a politikai pornográfiáról próbálok beszélni, amit én úgy magyarázok, vagy úgy definiálok, hogy az a politikai pornográfia, hogy a politikusok szeretik birtokolni a testünket, az intimitásunkat, szeretnék meghatározni azt, hogy hogyan éljünk, hogy belekukkoljanak a szerelmi életünkben is, és mindent a kezükbe tartsanak, és ez egy 80-as évekbeli történet, amit elmondok ebbe a darabba, és nagyon érdekes látni, hogy most már csoportokat hoznak el, egész előadásokat vesznek meg, csoportokat hoznak el, mert úgy érzik végre a tanárok és egyetemi tanárok is, most lesz egyébként egy ilyen előadás, hogy végre nem kell megmagyarázni nekik, hogy milyen volt a 80-as évek, hanem átélhetővé válik a számunkra. Egyébként most, hogy a műsor végéhez érünk, olyan gyorsan repül az idő, főleg amikor egy ilyen jó témánk van, ami beszédes, azért szeretnék egy Viski András idézetet is, ami kapcsolódik az utolsó kérdéshez, az Irgalom című verséből, és azt hiszem, hogy szorosan 89-ről beszélünk, úgy húztuk magunkra a 20. század politúrozott koporsófa fedelét, mintha ott belül várna ránk egy másik virradat. A septében kilőtt diktátor kedvenc konyakjában úsztatott minden élő a szabadság nevű rémálom elől, menekülve megnyúltak az ég csatornái, és fölfakadtak a mélységek forrásai. Így képzelték el azt a szabadságot, amit akkor így megkapott az ember, ami ma van, vagy nem? Hát én nem hiszem, hogy álom és valóság az valaha is egybe tud csukódni. Nem is biztos, hogy jó, ha egybecsukódik az álom és valóság. És hogy mit, hogyan képzeltünk el, vagy hogyan, azért én kapcsolódnék ehhez, megértettem, hogy a vége felé járunk. Sajnos a beszélgetésnek. Nagyon a vége felé. Igen, de éppen ezért kapcsolódnék ahhoz, hogy a fiatalok viszonya velünk, vagy a mi viszonyunk a fiatalokkal. Először is nekünk meg kell érteni, hogy a szenvedés az nem érdem. Tehát az, hogy 1989 előtt mi szenvedtünk, éltünk. Ez mindig így volt a történelemben, hol rosszabb, hol jobb körülmények között. Tehát a szenvedésből érdemet kovácsolni mondjuk azokkal a fiatalokkal szemben, akik nem szenvedték meg a diktatúrát, valószínűleg megszenvedtek minket például, vagy megszenvedtek valami egyebet. Tehát ebből érdemet kovácsolni nem szabad, mert akkor nem lehet párbeszédet folytatni. És én azt hiszem, ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy ha már tapasztalatot és tanúságot akarunk átadni, azért ehhez kell bizonyos önkritika is. Mert lehet, hogy én magam is azt mondtam, hogy most lehet, hogy van egyfajta vágy, vagy igény, vagy kívánság autoritere, rendszerre, keménykézre, és így tovább. De akkor rögtön hozzá kell tennünk, hogy vajon mi azt építettük-e föl, ki a maga helyén, amit ugye Viski András megálmodott a versben, vagy egyáltalán amit elképzeltünk. Jól építettük-e föl azt, amit fölépítettünk? Inkább olyan fajta üzenetre lenne szükség, hogy azt, amit mi félig csináltunk, vagy elrontottunk, vagy azért, mert nem volt igazi tapasztalatunk róla,
rosszul raktunk össze, azt jól kellene összerakni. Nevezzük ezt folytatásnak, nevezhetjük újrakezdésnek, mindenképpen nevezgethetjük, egy a lényeg, és egyet nem szabadna megengedni, hogy kiábránduljunk abból az álomból, ugye, ami szerintem igaz volt 1989-ben és 90-ben. Tehát, hogyha van a fiatal generációnak előnye velünk szemben az, hogy amit mi rosszul csináltunk, rosszul raktunk össze, nem gondolom azt, hogy mindent rosszul csináltunk, ez nem igaz, vagy rosszul raktunk össze, azt ennek a generációnak esélye van jobbá tenni. És azt nagyon fontos gondolnunk, hogy mi vagyunk ezek, minden mi vagyunk. Nem ők csinálják, és ők szúrják el, ezt közösen szúrjuk el, és közösen csináljuk jól, amikor jól csináljuk. Tehát a jelenben való létezésnek a feltétele az igenis a szabadságot, mint feladatnak elgondolnunk, és ebből jól tudunk kijönni, mert van egy nemzedéki feladat is ebből, és minden mi vagyunk ebben, és nagyon csak kismértékben ez a metaforikussá, vagy ellenségképpé tehető ők. Az ők is mi vagyunk egy demokráciában. Egy olyan demokráciában, ami formálódóban van, formál minket és formálja önmagát. Én azt hiszem, hogy ezt a témát sikerült felpesdíteni kellőképpen, és remélem ezzel a nézők is így vannak. Én legalábbis nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről. És hogy együtt emlékeztünk így vissza. Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőink, szintén köszönjük a figyelmüket, és várjuk Önöket jövő hétfőn is, ugyancsak este 8 órától itt az Erdély Magyar Televízióban. Viszontlátásra.